Zenéből, színekből és formákból sem volt hiány a csütörtök esti kiállítás megnyitón. Ez alkalommal a szegedi születésű festőművész Balló Andrea munkáiból nyílt tárlat a Bácskai Kultúrpalotában. Az alkotó művészet iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott. A festő ennek ellenére mégis civil szakmát választott magának, művészeti képzésre pedig csak évekkel később jelentkezett. Balló Andrea azt mondja, soha nem hagyott fel a festéssel, az alkotás élménye ugyanis nagy szerepet játszott az életében. A festés az egy szükséglet nekem, és sokszor nincs is téma, hanem esetleg van egy hangulat, egy szín, egy színpreferencia, és akkor abból elindul valami. És ha elindul valami, akkor aztán utána már a kép szinte magát fejleszti. Úgy nagyon sokszor vagyok így. Az absztrakt festőművész munkáiban újdonságra törekszik, így az alkotás során gyakran használ különböző színeket és felületeket. A Bajai tárlat az Inspirációk címet kapta, utalva ezzel az alkotásra ösztönző témák sokszínűségére, tette hozzá Balló Andrea. A tárlatot Turai Gábor Kamil művészetfilozófus nyitotta meg. A szakember kiemelte, a szegedi festőművész munkássága azért is különleges, mert alkotásaiban rejtett igazságok fedezhetőek fel. A festmények tényleges mondani valója azonban az olykor meghatározhatatlan színek és formák következtében gyakran rejtve maradnak. Nagyon erős a műélmény harmónia egysége. Alkotásai olyan végső bevégzettségűként mutatkoznak, mint csak anyának a gyermek, szerelmesnek a szeretője. Kézzel foghatóan érezzük, hogy képei készek, se hozzá, se el belőle. Balló Andrea nem először járt a városban, korábban több alkalommal állították ki munkáit Baján, emellett a helyi képzőművészekkel is baráti viszonyt ápol. Tiszaholtágánál évről évre részt vettünk és veszünk az alkotótábor munkájában. Andreát ott ismertem meg, és felfigyeltem az ő izgalmas, szépen formálódó és nagyon egyéni utat járó világára. Ilyen módon hát ez a barátság folytatódott. Mártéon az alkotótáborok során nekünk volt egy közös műtermünk, egy pingpongasztal, és ott dolgoztunk. Néhány méterre tőlünk a Tiszaholtága, úgyhogy gyönyörű környezetben. Vidovics Iván hozzátette, a szegedi festő munkássága hiánypotló a modern művészvilágban. Alkotásai ugyanis az absztrakciónak köszönhetően válaszok helyett kérdéseket tesznek fel. Az arra való válaszokat pedig a kiállítást megtekintő érdeklődőknek kell megadniuk. Balló Andrea munkáit május 7-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalota földszinti galériájában.